eredetileg én Bangladesből jöttem ide. 1979-ben egyetemre kerültem, 1980-ban és 86-ban végeztem általános orvosi karán, majd itt egy pár évig dolgoztam, kerültem Amerikába, és ott dolgozok egyik sebészeti és transzplantációs központban. Nagyon sokat operálunk, és onnan jöttem ide most. Néhány évenként én szoktam jönni, és tényleg az, hogy ezt nagyon szeretem, ezt az országot, hiszen ez adott a szülőhazámtól eltekintve, innen kaptam a legtöbbet, és abból is élek most. Akárhova mentem, nekem legalábbis nem volt problémám, helyt tudtam állni, bármilyen vizsgát kellett letenni, azt simán tudtam átmenni, és ha szóba került az egyetemnek a presztízséről, én azt hiszem, hogy mindig is egy ilyen pozitív benyomást kaptam. Ha már átkerült egyetemről, egy tanácsom van a fiatal orvosoknak, szája le van zárva, fül és a szem nyitva van, sikeres lesz.